Nem támogatja a következő szezontól a Dunaújvárosi Jégkorongot a Dokler Holding. Erről Nemes Tamás, a cégcsoport kommunikációs vezetője számolt be. A névadó szponzori szerepet immár 9. éve a Dokler látja el. A cég az elmúlt években több mint 1 milliárd forintot investált az egyesület szakmai munkájába. Ennek köszönhetően az Acélbikák alakulata megnyerte a MOL Ligát és a magyar bajnokságot is. Azari Zsolt, a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. Ügyvezetője elmondta, a cég minden idei vállalt kötelezettségét teljesíti, mint ahogy eddig is, de a jövővel csak a szezon végén foglalkoznak. Ilyen előjelek után fogadta az FTC gárdáját a DAB Dokler a magyar kupa selejtezőjében. A hazaiak nem kezdték jól a mérkőzést, ugyanis már a 6. percben hátrányba kerültek. Nem sokkal később a volt dunaújvárosi Pap Csaba találatával már 2 gólos előnyben volt a fővárosi együttes. A második játékrészben aztán Nathan Martin, majd Azari is beköszönt, így a záró játékrészre döntetlen állással futottak ki a csapatok. A 44. percben ismét Azari talált be, így a dunaújvárosiak megfordították a mérkőzést. Ezt követően Erdélyi is feliratkozott a gólszerzők közé, kialakítva ezzel a 4-2-es végeredményt. Az Acélbikák legközelebb március 10-én az Újpest otthonába látogatnak.